Hello, hello, sziasztok, remélem jól vagytok. Ma meg akarom nektek mutatni, hogy itt Írországban hogy működnek a boltokba a dolgok, és hogy miket lehet itt venni. Például itt, amikor a kasszánál fizet valaki, akkor mindig szokták kérdezni, vagyis sokszor szokták kérdezni, hogy do you want any cashback? Az azt jelenti, hogy kérsz-e pénzt? Mintha egy bankba lennél tulajdonképpen. Ezt nem tudom, hogy csinálják-e Magyarországon, vagy nem. Franciaországban ilyet nem csinálnak. Szóval az azt jelenti, hogy hogyha kérsz pénzt, például... Szóval például itt vettünk 12,21 € be a boltba, és amikor kérdezte, hogy akarunk-e cashbackot, azt mondtuk, hogy igen, szeretnénk 100 €, és így a kreditkártyáról levontak 112,21 €. Szóval visszaadtak nekünk 100 € készpénzbe. És egy másik érdekes dolog, hogy itt a három levelű lóhere, Irish Made Purchases, ez a három levelű lóhere van olyan dolgok mellett, amik itt voltak, vagyis itt vannak gyártva Írországba. Szóval ez is egy érdekesség itt. Szóval ez itt egy kicsit érdekesen működik, de így. Így van a bevásárlásnál itt Írországban. Menjünk tovább a boltba. Amikor beérkezünk egy boltba, így vannak ilyen kávézók, ahol lehet saját magunknak kávét csinálni, meg itt vannak ilyen kis sütik, meg pékség, sütemizé dolgok, és akkor meg lehet inni a kávét, ott van fent az ára, látjátok ott, és akkor megszátok a kávét, ki is lehet dobni, ott vannak kukák, meg mit tudom én, és akkor amikor a kasszához érkezik az ember, akkor csak bemondja, hogy ivott egy kávét is. Itt is vannak ilyen érdekes dolgok a hűtőkben, amiket például Franciaországban még nem nagyon láttam. Ilyen mentolos csokis dolgok, meg másmilyen ilyen csokis, nem is tudom, hogy ez joghurt-e, vagy csak ilyen desszert, akkor van ilyen vaníliás ilyen dolgok, ilyen csokis, meg így mit tudom én gyerekeknek. Ilyeneket én nem nagyon szoktam venni, de azért... ez barackos. De azért itt olyan dolgok vannak, amik például Franciaországban nem mindig. Akkor van ez a sticky toffee pudding, ami nem tudom tulajdonképpen, hogy mi, de nem nagyon szívesen próbálnám ki, mert nem néz ki olyan túl jól. Ez a triple chocolate pudding, ez ilyen csokoládés pudding, nem tudom mi. Ez a walnut carrot cake, ez is egy ilyen... torta-szerűség, lemon flavor cheesecake, ez ilyen sajtos cheesecake, hát ez is ilyen jelly vagy jello-nak hívják, és olyan érdekes vaníliás, krémes, mit tudom én, ilyet se szoktam menni, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy milyen ízű, ez is ilyen jellós, de... nem néz ki túl fantasztikusan. Ez is, nem tudom, hogy milyen műanyag eperbe, nem tudom, hogy mi van benne, mert ilyet se vettem még soha. Ezek is ilyen gyereknek való, ilyen valamilyen joghurt vagy desszert, nem tudom. Viszont a fagyikat, azokat szívesen kipróbálnám, mert tök jól néznek ki, mert ilyen átlátszó dobozokban vannak, és ez olyan nagyon gusztusosan van megcsinálva szerintem. Szóval ezt már leginkább megpróbálnám, még akkor is, ha nem próbáltam ki az egyiket se. De, ja, ez jól néz ki. Ez a fagy is olyan jól néz ki, ez a... hogy hívják már? Dinnyés. Ilyen például Franciában nincs, Franciaországban. Ezek a fagyik is ilyen érdekesek, ilyen nálunk ilyen sincs. Aztán van itt mindenféle olyan dolog, ilyen csokis, meg másmilyen, amik vannak joghurtba is, meg csokiba is, meg fagyiba is, és nálunk ilyenek nincsenek. Ja, és akkor van ez a gófri, vagy nem tudom pontosan, hogy mondják ezt magyarul, és ezt édes krumpliból csinálják érdekes módon. Aztán vannak itt ilyen popcornok, amik már meg vannak így csinálva, mintha chips lenne, és akkor így meg lehet venni már így megcsinálva.
Az nekem elég érdekes ez is, mert frissen szoktuk inkább ezeket enni. Akkor itt van egy olyan dolog, amit nem szívesen adnék se a gyerekeimnek, se semmi, mert ez tényleg van benne acesulfamka, meg aspartam, ez a jelly, és ez nagyon nem jó az egészségnek szerintem, és ezt nagyon adják itt minden gyereknek. Kicsit úgy, mint Amerikában is ilyenekkel szokták etetni a gyerekeket. Ja, szóval ez van. Na, aztán nézzük, mi más dolgok vannak itt. Mik vannak még? Szóval itt ez az egész izé, ez mindegyik jello vagy jelly. Ez... Bah. Nem, én ilyet nem ennék meg, az biztos. De mindegy. Szóval vannak itt ilyen csokik is, amik vannak, ahogy mondtam, a jókurtokban. Nem próbáltam ki őket, szóval nem tudom, hogy milyen ízűek. Tudom, hogy ezt kipróbáltam, ez nagyon-nagyon finom. Akkor ez is nagyon jól néz ki, de ezt se próbáltam ki. De azért nagyon gusztusosan néz ki, az biztos. Csak ezek mindig olyan nagyon édesek, aztán én nem nagyon szívesen eszek ilyen nagyon édes dolgokat, de ez is nagyon jól néz ki. Próbálok nem enni több cukrot, vagyis édességet, vagy hát ilyen rafinált cukros dolgokat. És amikor ilyen helyeken megyek egy boltba, akkor így nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Na, menjünk innen. Szóval nézzük meg itt, hogy milyen tortákat árulnak. Nagyon szépek, az biztos, de kell tudni, hogy ezek nem a hűtőbe vannak, és ez nekem elég érdekes dolog, mert Franciaországban, amikor árulnak ilyen tortákat, nincs olyan sok választási lehetőség, mint itt, és a hűtőbe szokták ezeket tartani. Szóval nem tudom, hogy miket raknak bele. De nagyon sokáig jók, azt hiszem, mert ma van itt február 23-áig jó, és ma van február 4-e vagy 5-e. Nem tudom már pontosan. Szóval látjátok, hogy nagyon vicces ilyen torták vannak, meg nagyon szépek, meg minden, de nézzük egy kicsit, hogy mi van benne. Nem fogom megnézni, olyan sok minden van odaírva, hogy mindegy. De biztos, hogy tele van mindenféle ilyen tartósítószerrel, mert az, hogy ilyen sokáig jó, úgyhogy nincs a hűtőbe, ez nekem elég durva dolog. Főleg így csoki, krémes, meg mit tudom én, az elég érdekes. Aztán itt vannak ilyen nagymamás torták is, mert nem csak a gyerekeknek vannak torták, hanem ilyen nagymamások is vannak, ilyen klasszikus, úgy mondva. Aztán ilyen nagyon gusztusos csokis torták is vannak. Jé, nézzétek, ezen még izé is van, hogy hívják, csillog-villog. Ezt nem tudom, hogy kell mondani ezt a csillogós, villogós izét magyarul, de elég érdekes, hogy ezt így árulják, hogy ezt is meg lehet enni. Ja, hát a gyerekeknek biztos tetszik. Aztán nézzük, mi más van itt. Más milyen ilyen csok is. Nagyon sokféle különböző torta van. Majdnem mondanám, hogy jól néz ki, de hát nem tudom, hogy megvenném-e, mert azért mégis csak úgy, hogy olyan sokáig jó, azért nem. Aztán mindenféle ilyen különböző márka, amit lehet venni csokikba is, azt tortába is meg lehet venni. Elég érdekes. Ez is nagyon. Aztán itt. Na, aztán menjünk a samponokba, meg ilyenekbe, a szépségi dolgokba. Itt például az ilyen festékek az arcra, meg ilyenek, meg a körömlakok, meg ilyenek, csak ekkora az egész boltba. Itt meg ilyen műkörmök, meg műszempillák vannak, és kész, az egész boltba csak ennyi van a szépség dolgokból. Nagyon sok ilyen műszempillák vannak, látjátok, mint itt, meg nagyon sok ilyen műkörmök vannak.
De például körömkefe, az nincs, azt nem lehet találni, pedig kerestem mindenhol, de nem volt. Úgyhogy ha kell körömkefe, akkor otthonról kell hozni, az a legjobb Magyarországról. Aztán itt a szemfestékekből is csak ennyi színek vannak, úgyhogy ez is egy olyan dolog, hogyha valaki akar szemfestéket, vagy ilyen több választási lehetőséget akar ilyen dolgokból, akkor inkább egy olyan boltba kell, hogy bemenjen, ahol csak ilyeneket árulnak, mert az ilyen nagy áruházakban, ilyenekben nem nincs nagy választási lehetőség ilyen szempontból. Aztán itt is lehet ilyen krémet vásárolni, mint Magyarországon, és ha ilyet használtok például, és Franciaországba mentek ki, akkor vegyétek meg Magyarországon, mert ilyen Franciaországban nincs, pedig szerintem ez a krém ez tényleg tök jó, nagyon sok mindenre. Aztán az az igazság, hogy én mindig ilyen bio dolgokat szoktam venni, de itt ilyen bio dolgok nincsenek. Van ez a free range, és ez a free range az azt jelenti például itt a csirkén, hogy kint nevelt csirke, nem ilyen nincs így bezárva ilyen helyekre. Akkor vannak ezek a stuffing dolgok, amiket bele kell rakni a csirkébe, vagy mindenféle ilyen húsba. Ez is érdekes, hogy már meg van csinálva, nem az ember rakja össze saját magának, úgyhogy ez is egy olyan nagyon érdekes dolog. Ezek is olyan dolgok. Aztán ez például, ez a sonka, ez nekem nagyon érdekes. Pedig még jó, de nem tudom, hogy látjátok-e, olyan zöld. Aztán nem tudom, hogy én nem venném meg, az biztos, mert ilyen zölden néz ki, ez én nekem elég érdekes. Aztán vannak itt olyan dolgok is, hogy ilyen kis csirkék, csirkedarabok, úgy mondjam inkább. Szóval az emberek nem tudják saját maguknak összevágni a csirkét darabokba, és akkor rárakni, mint tudom én, mindenféle sót, paprikát, akármit, hanem ez már meg van csinálva. Aztán itt van ilyen is, hogy ilyen Irish Black Pudding, ez tényleg abszolút fogalmam sincs, hogy ez mi lehet, White Pudding meg Black Pudding. El se tudom képzelni, hogy mi van benne. Nem nagyon gusztusos számomra. Nem tudom, hogy mit gondoltok ezekről. Itt is. Szóval nem tudom. Körülbelül el tudnám képzelni, hogy miből van, de nem vagyok benne biztos. Ez a pure beef dripping, ez szerintem ilyen sült krumplit csinálni, ilyen zsír. Ebben csinálják Belgiumban is szerintem a sült krumplit. Szóval itt van ilyen Philadelphia, ami csokis, elég érdekes módon, ilyen még Franciaországban sincs, meg itt van egy másik, ami ilyen jalapeños, szóval biztos ilyen csípős. Aztán itt elég érdekes módon a prézlit ilyen frissen csinálják. Ez a prézli a hűtőben van. A hűtőben árulják, és ilyen friss prézlit árulnak. Szóval nem száraz kenyérből, hanem friss kenyérből készítik. Elég érdekes, ilyet soha nem láttam még. Aztán itt jól elszórakoztam ezzel a pasival, hogy itt süti a palacsintát a bolt közepén, vagyis közepén, ez túlzás, de itt süti a palacsintát. Mondjuk Franciában is szoktak ilyet csinálni, csak így érdekesnek találom. Aztán, ahogy mondtam, most van február 4-e vagy 5-e, aztán már a St. Patrick-nak a cuccai már mindenhol kint vannak, mert itt a St. Patrick az március 17-én lesz, ahogy mindenki tudja. Itt már nagyon rafináltak az emberek a boltokba, mert nem literre mutatják már az árát a dolgoknak, hanem 700 milliliterre mutatják mindenhol. És ha valaki meg akarja nézni az árát, hogy mennyi egy liter, akkor ki kell, hogy számolja. Nagyon rafináltak az alkohollal, hogy ne lássák az emberek, hogy milyen drága. Szóval itt egy másik dolgot nagyon érdekesnek találok, hogy egész télen mindig van itt málna, szeder, eper, szőlő, mindenféle barackok, őszi barack, sárga barack, szilva,
Sárga dinnye, görög dinnye, málna, cseresznye, minden van, és ez egész télen így volt, és ez nekem nagyon érdekes, mert azért nálunk nincs ennyi, mint minden. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és nem sokára találkozunk egy másik videón. Sziasztok!